Fúj, már egy repülőn ülsz. Aha. Na, először is kérlek, fordítsd el a kamerát, vagy a telefont. No, hát, sziasztok! Visszatértünk a podcast legújabb adásával, azaz az American Adventure-nek a harmadik epizódjával kiadásával. Te most a teremben vagy egyébként? Aha, van egy ilyen kis külön terem, és akkor én bejöttem ide. Digitális fotós dolgozik, aki csinálja official képeket az edzésről, meg ilyenek. De megengedték, szerintem, hogy bemenjél? Nem, de kérek semmilyen engedélyt. Ennyi. No, mi a helyzet kint? Hogy halad a felkészülés? Hát a felkészülés az teljesen jól halad. Számoljuk vissza a heteket. Az most olyan, mint a dagadtabb lennék, most nézem a kamerát. Már úgy, nagy a szakállal. Mi általában olyannak tűnik, az általában az is. Na mindegy. Erre jöttem rá az évek alatt. Jó halad a felkészülés. Ugye van még hát a 4 hét meg a Fight Week, ha jól számolom. És akkor igazából ennyi. Van még hát a 6 sparringunk. Nagyjából ennyi a történet. No, és hogy érzed egyébként, hogy melyik szakaszába vagytok jelenleg a munkának? Mert most halljuk, hogy kint is megy a kiabálás. Aha, hát jelen pillanatban egy birkózó edzés megy, azért nem kellek én most csak az edzés végére, ezért érjek rá most így beszélgetni veletek. Melyik szakaszában megy? Igazából 2 szakaszra különítjük el az egészet, mert 3 volt egy itt, amit otthon csináltunk. Van ez a formába hozás is, még utolsó olyan taktikai simítások, amiket csinálunk a mérkőzés, ez még 1-2 hétig el fog tartani, amikor külön azt lőjük be, hogy mit akarunk csinálni a Jeremy ellen, ilyeti az ellenfél, csak utána már csak a fogyasztós időszakon, ami egy megterhelő időszak a sportoló életében, akkor már viszonylag kevesebbet fogunk edzeni, meg rövidebb edzéseket fogunk csinálni, és igazából ott már csak 1-2 technikát átnézünk, maga a fizikális része, meg a mentális terhelést, amit meg kell kapni a versenynek, az most történik ezekben a hetekben. Mm-hmm. Na hát jó, ezt hallani, hogy minden rendben van. Egyébként mindenkit ezek után szeretnék kérni, ha nem szeretne lemaradni a hasonló tartalmakra, akkor most iratkozzon fel a csatornánkra, és a kis harangot is nyomja, hogy mindig értesítést is kapjon a legújabb videóinkról. No, Amerikában volt egy UFC gála eközben, aminek igen. Ugye elég... Hát, 2 is volt. Igen, de hogy nem is voltak túl jók emlékeim szerint, nem? Tehát, hogy a 3 címmeccses se volt valami nagy eresztés, meg ez a legutolsó igen. Se. Született igen. Egyébként egy nagyon érdekes mém is, hogy a 3... Na, 3 címmeccs minden idők egyik legjobb fight kártyán, 800 000-es pay-per-view eladás, Conor McGregor Cerrone, nem tudom, a világ legrosszabb igen. Kártyáján, 1 200 000 dolláros pay-per-view eladás. Igen. Tehát, hogy elméletileg nagyon rosszul is szerepelt. Ott a visszhangja kint milyen volt ezeknek a gáláknak? Hát ugye a Sterling teljesítményén van kiakadva így mindenki. Én is, hogy megvan az első UFC bajnok, aki nem nyert menetet, úgy lett bajnok a UFC-ben, ugye itt a Pettoján letérdelt. Uh-huh. Aztán elkezdett pózolgatni az övvel, majd ott meg eljátszotta a nagy halált, aztán a mérkőzés után meg felpattan, után kérdették, hogy jöjjön és ezt úgy nyilatkozott, mint a semmi baj nem történt volna. Kemény, de egyébként érdekes is, hogy szerinted mi vihetett erre egy élsportot, egy bajnokot, hogy fejbe rúgja a földön ugye az ellenfelet, mert egy térdesbe. Ja, annyi volt, hogy kiabáltak, hogy húzza fel a talajról, ezt mi is csináltuk már meccsen, hogy ne érjünk ezzel 3 ponttal a talajon az ellenfele, és akkor megtérdeli. Idézem, még egy védtelenebb szituációban, csak hát nem húzta fel eléggé a talajról. Már azt kiabálták neki, hogy most már jó, aztán mégse volt, hogy még mindig leért a lába, aztán letérdelte. Tehát aha. Igazából nem akart ő 3 ponton megtérdelni, azt akart, hogy legalább 1 centivel legyen följebb a térd, de úgy térdelje meg. Ja. Igazából ennyi történt. Hát, majd a visszavágó van egy olyan nézésem, hogy ugyanez lesz csak fejbetérdelés nélkül, és akkor visszakapja az övet. Igen, de hát egyébként nagyon veszélyes gyerek ez a Sterling, de hát a Pertoyan az ennyivel jobb bugyós, hogy
Egyébként képzeld el, a Conor McGregor lekerült a pay-per-view listákról, ilyen a pound for pound listákról, és a Sterling meg fölkerült a 15. helyre egy ilyen teljesítménnyel. Az komoly. Azért az valójában érdekes, igen. De egyébként eddig a Sterling tök jól ment a UFC-ben, tehát ő már nagyon régben van a UFC-ben, 9 éve. Hát, igen, csak ugye ez sajnos ezek a kis súlycsoportok eleve nem túl érdekesek, tehát úgyhogy tök jók, de hogy valahogy sose volt az olyan nagy népszerűségük. És igen, most is... Szerintem itt a néző 900-ra most tudta, hogy ez a gyerek van. Hát valószínű, mert én sem tudtam. Igen. És ugye a mostani UFC gálán is volt, ez pedig a szemben nyúlások miatt lett. Ugye nagyon rossz, mert a Leon Edwards, azt hiszem, ő nyúlt bele a szemébe a muszlim nevezeti úriembernek, nem tudom hirtelen a nevét. Igen. De gyerekek, hát azért azt tudjuk, hogy mindig ugyanaz a 5-10 bunyós neve merül fel, amikor ezek a szemben nyúlások vannak. Most nem akarok így korteskedni, de nekem edzőként legalább egy 100 mérkőzésen ott voltam a sarokban. Egyetlen egy ilyen alkalom nem volt 100-ból. Azért egynek már lennie kellett volna. Ezt akartam mondani, fix, hogy... Mindig fix a Daniel Cormier csinálja, mindig fix a John Jones csinálja, rákapott most a Leon Edwards is, Jair Rodriguez, akire így konkrétan emlékszem, aki csinálja ezeket a szembenyúlásokat. Ennyi. Igen, ugye itt most... Szerintem a sérülések 80%-a 6 emberhez köthető. Hát igen. Ugye itt most azzal, hogy itt a sok UFC bunyos felháborodott, hogy új kesztyűk el, meg minden ilyesmi. De jó, oké, legyen új kesztyű. Én nem mondom, hogy ne legyen új kesztyű. De az összes kesztyű ugyanúgy néz ki. Most így pont mondták, hogy az a különbség a belátados, meg a UFC is között. Egyébként most amúgy konkrétan a teremben van, hogy 5 vagy 6 darab mind a kettőből, most is 20 teremben, ugyanúgy néz ki az összes kesztyű. A belátados kesztyűt az Everlast gyártja, egyébként azt meg lehet rendelni fekete színbe az interneten, még lehet a belátod oldalán az official kesztyűt is, van a UFC-nek a kesztyűje, de ugyanúgy néz ki az összeset, hát bármelyikkel kiszúrom a szemedet, hogyha akarom. Igen, ezt akartam, de ugye a Pride FC kesztyűjét hozzák föl, az iszami kesztyűt, viszont én ugye mindegyikkel találkoztam, és rendben van, hogy van benne egy ilyen kis ív, viszont, tehát hogy nem gátolja meg, hogy én csináljak egy ilyet, semmi. Tehát, hogy maximum egy kisebb erőkifejtés kell az egészből. Vagy maximum nézzetek ide, ekkora okosság. Így szúrlak szemet. Igen. És behagyítom a csuklómat. De hogy egyébként ez annyira érdekes, tényleg, hogy... Ez nem a kesztyűn fog múlni. Vagy akkor tényleg csináljunk olyan kesztyűt, hogy csak ökölbe lehet benne szorítani, akkor ki se lehet nyitni. Hát akkor menjünk el ide. Tehát akkor meg ugye ebben lesz földhalsz. Hát lesz, csak ilyen erőszakos dolgokkal. Igen. Tehát ugye ez benne van. Itt egyetlen egy dolog. Amikor az ilyen iPhone esetében 25%-át bukod a meccspénzednek, meg átutalják a másiknak, akkor egyből el fog tűnni az összes. Nem gondoljátok, hogy ezt egy kesztyűcserével meg lehet oldani. És azért a kesztyűcsere az nem is olyan egyszerű. Tehát azért itt azért gyártók vannak, meg beszállítók, meg STB, szóval nem lesz megoldás. Bár ha be fog jönni a Venom, akkor tömegével fognak megpakolni az emberek, úgyis jövőben van szorítva a kezdet. Igen. Tudjuk, hogy a Venom Prikézsia az bármi, sőt, már lehet, hogy ez is a Venom Prikézsiának köszönhet. Igen, már egy létező dolog. Igen. Na tehát melyik? A viccet félretév, ez nem fog ki. Oké, akkor most valaki gyártson egy olyan kesztyűt, amiben nem leszel szemen szúrva, viszont tudsz benne grapplingelni. Nem lehet egyszerre mind a kettő, hosszú hajad is, meg kopasz is, nem lehet. Kivéve, hogyha felül kopasz, egy oldalt hosszú, de ez nem kivitelezhető. Hát és amúgy a legérdekesebb az egészben, hogy én direkt próbáltam rákeresni, ugye a Pride SC-ben nem nagyon emlékszem, hogy lett volna iPoke, a Bellatorban is valami, hogyha van is, akkor ilyen elhanyagolható mennyiség, ugye a UFC van, és ami ugye a legérdekesebb, hogy a kesztyű probléma, hogy viszont itt van az amerikai ürület, a bare knuckle boxing, a puszta kezes box, és ott sincsen szembenyúlás, pedig ott aztán még kesztyű sincsen. Na, hát akkor ez hogy van? Ja, hát... De akkor nem is kérdez, akkor itt a bare knuckle példa. Na, ott mi nincsen? Tok, ha valahol ki lehet nyitni a kezed, ott aztán tényleg ki lehet. Hát igen.
És egyébként és érdekes, olyan... hogy amikor nekünk még megvolt a csapat, mi viszonylag sokat boxoltunk kis kesztyűbe. Ugye, hogy az emberek a mozgást szokják meg ilyenek, és hogy remek csapatom volt, de nem UFC szintű, azt írjuk alá, és mégsem nyúltunk egymás szemébe sose. Tehát, hogy... Itt igazából itt ezt a tét hozza meg a pénz hozzá, de hát mondom fixen, hogy a Daniel Cormier is most úgy csinál mindenki ezt Stephen Miocic ellen, hogy mekkorát alkotott. Mit? Hát konkrétan vakra szúrta az ember szemét, azt aztán kiütötte, és úgy csinálta, mint ez egy normális győzelem lett volna. A John Jones esetében főleg. Hát a John Jones ugye azért volt indarító. Ez normál meccs lenne az összes, ez nem lenne full direkt. Ugye a John Jones az ráadásul legalább az így nyúlkált ugye bele az égbe, az arcokba. Konkrétan oda kell menni a Daniel Cormier, hogy miért csinálod ezt folyamatosan. Mondd el, hogy miért csinálod. Azért engeded meg magadnak, mert egyébként szakkommentátor vagy a UFC-n is mindenki elhesegeti azt, ami nyilvánvaló. Hát igen. Jó, kesztyűcsere. Adjuk is. Figyelj, kicsit, egy akkor evezzünk is az ökölvívás vizeire, ugyanis kedvenc Dagink, aki már nem is olyan Dagi, Andy Ruiz Jr. Hamarosan elméletileg a Cristobal Areolával fog boxolni. Igen. És ha minden összejön, és úgy alakulnak a dolgok, akkor elméletileg 2021 végén ők boxolni fognak Wilderrel. Tehát összehozták a Ruiz-Wilder papíron megállapodás szerint, illetve nem papíron, bocsánat, az Instagramon és a Twitteren. Hát most ugye Areola egy olyan nehézsúlyú boxoló, aki kitalálta, hogy elkezd lefogyni, aztán nagyon nem tett jót neki. Ugye neki a csúcspontja a Vitali Klitschko elleni mérkőzése volt. Talán 4.-5. menbe kapott ki TKO-val. Ugye ő egy ilyen erős, közepes kategóriái nehézsúlyú. Talán volt világbajnok, talán volt, nem tudom, nem volt. Nem. Akkor nem is volt világbajnok, mindig ott volt egy ilyen kapuőr, és így le kellett győzni, igen. Mert a rasztahajú gyerekkel ment világbajnok. Igen, a szívernál. Most utoljára, mert nagyon leütötte. Uh-huh. És akkor hát ugye, hát az Andy Ruiz is szerintem, ugye itt torony magas esélyes az Andy Ruiz Jr. Hát ha nem, akkor vonuljon vissza. De persze, de hát nincs olyan fegyver, nincs olyan ütőereje, hogy meg tudná egyszer rendíteni az Andy Ruiz Jr.-t, folyva meg azért meg bőven akad. Tehát ezt nem is kell túragozni, ugye marad a főmérkőzés ugye év végén, hogyha ez össze fog jönni, Wilder ellen, hát itt két opció van, ki bulizik többet, ez az egyik opció, a másik az, hogy tud-e valamilyen összefogottságot magára erőltetni a Wilder, akár a felkészülés szinten, akár magán a mérkőzésen műtött teljesítményében, valamint az, hogy a mexikói mennyire fog elhízni. Mert mondják, hogy most úgy le van fogyva, hát még csak bizonyos, hogy beállítottképpen van ez a vékony arcom, nézd. Igen. Ez a vékony arcom. Itt olyan, mint hogy 80 kiló lennék, így meg kibaszottul nem olyan. Igen, igen, tehát erre nagyon kíváncsi szóval lesz. Szóval igazából itt is ez van, hogy most hát senki nem látta még egy nem 4XL-es pólóban mozogni a Andy Ruiz csak abba. Tehát nem tudjuk, hogy mennyire dagadt. És egy farmerbe, és boxcipőbe. Amerikában itt a dagi boltokban komoly méretű dagi ruhákat lehet. Ezért nézel ki 60 kilónak, tudod? Pontos. Meg azért, mert így tartom az arcon. Egyébként nagyon érdekes, én úgy gondolom, hogy ott a VBA vonalon fognak mozogni. Pont azért, mert ugye ott a VBA vonalán fognak mozogni a Wilder is, és az Andy Ruiz Jr. is. Ugyanis ott a Trevor Bryant most a rendes bajnok. Ő volt az, aki ugye a Manuel Sára box. Igen, egy ilyen nem túl jó testalkatú néger srác. Most a Steven-t verte meg, aki 4 éve veretlen, és 2 éve nem boxolt, ellene szerezte meg a rendes bajnoki címet. Úgyhogy én most úgy gondolom, hogy szerintem a Wilder hamarosan megy vele. Vagy az Areola, vagy a Ruiz. Az Areola a meccs után, és a Ruiz most 5., az Areola 8., Wilder meg 3. a ranglistában. És ugye ők másképp, most hogy aláírták a Fury Joshua-t is, nem nagyon fognak cím közelbe jutni, csak mint kötelező kihívó. Vagy akkor lehet mondani, hogy ja persze, várok, csak adjatok 5 millió dollárt.
Hát ez mindig benne van, ugye ezt tudjuk a kölyvásban, hogy inkább pénzért kivárnak, meg de nagyon sok egyébként új nehézsúlyú bunyost építgetnek így a háttérben, akik kb. 2-3 év múlva fognak Rivalda fénybe kerülni, és a VBA-re meg egy tökéletes táptalaj, hogy mindenféle. Hát gondolj bele, most hány bajnok van a VBA-nál? Hát szerintem 3. 3. Tehát interkontinentális bajnokból is konkrétan van vagy 3, ugye a súlyba. Akkor szerintem van Európa bajnokból is vagy 2. Szerintem annak nincs Európa bajnoki címe. Tessék? Szerintem nekik nincs Európa bajnoki címük. A VBO-nak is van. A VBO-nak van csak. A VBO-nak van csak. Aha. Oké, akkor interkontinentális biztos van. Nem tudom, ilyen latinó öveiknek. Azok vannak. Azok vannak. Hát akkor szerintem az 2-3 alapból is legyen. Tehát aki nehéz súlyba, aki valamilyen VBA övet tart magánál, szerintem konkrétan van 7-8 ember. Kemény. És milyen érdekes. És hát mindenki nehéz, és mindenki ugyanaz. Igen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen a vonalon fognak ők mozogni, mert ugye most a Fury és a Joshua ezzel, hogy aláírtak, hát egy 2022 év közepéig szerintem ők el lesznek foglalva egymással. Elméletileg csak 2 meccsre írtak alá, de hát ez ugye... De ez, esetleg... ez is mennyire gáz már, nem? Hát... 2022-ről beszélünk. Igen, mert ugye most... Tehát, ugye ezeket... még a pandémiát is beleszámolták? Igen, mert ugye évvégén lesz az első meccs, mert hogy még pandémia van. És akkor utána a második, az meg gondolom, hogy 2022 közepén, gondolom én. De hát ugye most érdekes lehet, mert ugye évvégére már tervezik ezt a mérkőzést, meg a UFC is most tervez egy teljes közönséges gálát. Ja, és ez itt lesz amúgy, hát nem messze Jacksonville-ben, itt Floridában. Uh-huh. 15 ezer ember előtt. És van még maszk az embereken ott kint? Hát nincs. Egy szabály van, hogy amikor bemész a boltba, akkor kell, hogy legyen rajtad maszk, illetve bemész az étterembe, amikor áthaladsz az ajtón, akkor kell, hogy legyen rajtad maszk, de bent leveheted. Ez és egy remek is. És hogyha belépsz a teraszra, ha teraszon eszel, akkor azt hiszem nem is kell, mert az nyílt ér. Aha. Na hát akkor kezd megjönni az eszük az embereknek, úgy gondolom. Hát, hogy most megjön az eszük, vagy nem jön meg, ezt nem tudom, de az egészen biztos, hogy itt ahogy vége a választásoknak, én nem akarok ebből nagyon belevenni, itt úgy elmúlt a korona, mint a kötelező lett. Aha, hát igen. Csak itt azok is, hogy mikor vannak Magyarországon a választások? Jövőre. Hát gyerekek, az erős. Használjuk ki. És Biggie Boy. Jaj. Na és mi lesz még a héten a tervetek? Ádiékkal, mi lesz a terv? Most az, hogy indítunk egy mosást, meg ilyeneket, azokat nem mondom. Nagyjából annyi, az egész napi 2 edzés van minden nap, és az edzések végén egy napi egyszer vagy kétszer, átlagosan még egy 6 alkalommal elszimuláljuk határterhelésben a mérkőzést, tehát pont kezdjünk. Azt az izgalmat fogjuk menni, amit a mérkőzésen is megyünk, és így az én kis mozgásomba, a kis pufi testemmel beleszövöm, próbálom beleszőni azt a mozgást, amit a Jeremy-től fogunk várni. Uh-huh. Nagyjából ennyi. Úgyhogy ez egy generál edzés, plusz 3-5 perc minden nap, egyszer vagy kétszer. Uh-huh. Ennyi. Na, ez érdekesen hangzik. Meg tovább ugye az, hogy ugye megkért a Henry Hooft, hogy kell csütörtökét, hogy segítsek neki edzést tartani, ezt pörgetem most is. Tegnap is voltam, csak én voltam mondjuk tegnap, meg a edzést tartott, meg holnap is megyek. Uh-huh. Ja. Aztán most már elkezdett így többet utazgatni, mert van itt egy ilyen történet, most fölállok, hogy így néznek ki a falon a mérkőzések. Oh. Ugye ezek mind föl vannak írva, hogy kinek hol lesz meccse, és így most már így úgymond beindult a bőrönd, és így elég sokat kezdtek el utazgatni az edzők, úgyhogy most megint arról van szó, hogy egyszerre csak egy vagy két edző van bent a teremben, uh-huh. mert nem tudnak két helyen lenni egyszerre.
Na, király. Hát figyelj, köszönjük a helyzetjelentést. Szívesen. Jövő héten újra csapunk egyet. Ti ne feledkezzetek el róla, hogy föl kell iratkozni a YouTube csatornára. Úgyhogy köszönjük mindenkinek a részvételt. Sziasztok! Jók legyetek, sziasztok! Csecsek!